A vlog következő részében Pusztai Liza edzésére látogatunk el, a Cardiff-fiú klasszisa pedig tréningje után bevezet bennünket egy picit a sportág rejtelmeibe. Szia Liza, örülök, hogy segítesz nekünk egy picit. Hát akkor kezdjük is rögtön a legelején, hiszen itt állunk a Páston. Gondolom, hogy nem véletlenül fémborítású. Igen, de hát ez főleg a párbajtörőzőknek és a törőzőknek fontos. Mivel náluk, hogyha ugye földet szúrnak, akkor a fémpáston, akkor ez nem fog találatot jelezni. De ugye a kardozóknak pedig ilyen nincs, úgyhogy nekünk igazából tök mindegy. Hogy néz ki nálatok egy alapállás? Vagy, bocsánat, vívóállás. Hát ez így nagyjából így néz ki, ebből a pozícióból indulunk. Te jobblábas vagy, vagy... Hát igen, jobbkezes. Jobbkezes. Én is jobbkezes vagyok, tehát akkor nekem is így kellene, hogy elől a jobbláb. Igen, azt ott úgy, és akkor így... És egy kicsit rogyasztunk? Igen. Berogyasztunk. Hát valahogy így. Tehát nagyon fontos nálatok a kitörés, igaz? Hogy megmutatnád nekünk ezt, hogy ez hogy van? Igen. Aha. Tehát a láb, a lábunkkal... Igen, az első lábbal. Hova? Az első lábbal azt a mindenét. Viszont akkor gondolom a vívóknak az előlévő lába az mindig egy az kicsit... sokkal erősebb. Kicsit izmosabb. Háromféle vágásnemetek van, ez hogy néz ki pontosan? Igen, hát először is ugye van... Csak óvatosan. Óvatosan. Van ugye az oldal, ami itt történik. Itt vagy itt? Erre, szóval itt kívül, igen. Tehát nekem jobb oldalon. És akkor van a fej, az ugye... Igen, azt láttuk az edzésen, azt jól csináltad. Igen. És van a hasvágás. Szóval így ez a három így. Rátérhetünk a kardra? Persze. Hogy néz ki, milyen részei vannak? Hát ez a markolat, ugye, ezt fogjuk meg, amikor amikor megfogjuk a kardot, akkor ez a kosár, ez igazából arra van, hogy védi ugye a kezünket, és ez a penge. Feltételezem, hogy egy versenyre, vagy nézzük mondjuk a kontinens tornát, vagy éppen a VB-t, nem egy karddal fogsz neki indulni. Hát én olyan 3-4-4-jel szoktam, 3. Úgy érzem, hogy jó formában voltam így mostanság, úgyhogy remélem ezt a jó formámat át tudom majd hozni az EB-re is, meg a VB-re. Nagyon profika az ellenfelenk, és rettetes, nem rossz értelembe véve öreg asszony van a mezőnybe, akik a maguk 28-29-30 évével, a velikája 36 évével, a velikája a Lizánál 17 évvel idősebb. De ezt nem úgy kell venni, hogy 17 évvel idősebb, hanem 17 évvel többet vívott. Tehát egy olyan iszletős rutin és tudás van mögötte, amit nagyon-nagyon nehéz fiatalsága pótolni. Az Európa-bajnokságra és a világbajnokságra is az lenne a cél, hogy amikor lejön a Pásra, akkor maradéktalan elégedett legyen a teljesítményével, akármilyen helyezést is érjen. Állj a lábadon? Úgy van. Kicsőj le, úgy nagyon jó. És amikor gondolod, oda válasz.